napot kívánok! Kosznica Ferenc vagyok, a Pajta étteremnek az egyik tulajdonosa, kertésze, felszolgálója, mindenese. Tulajdonképpen a feleségem is lehetne itt most helyettem, mert legalább annyira nagy része van az elért sikerekben, meg minden munkában, amennyire én belefolyok. Engem kértek föl, úgyhogy most velem kell beérniük, bár lehet, hogy a feleségemmel jobban jártak volna. Hol is kezdjem? Talán azoknak, akik nem ismerik az éttermünket, vagy esetleg nem hallottak róla, talán a történettel kezdeném, hogy hogy alakult ki ez az egész, jó? Igen, hogyan is kezdődött? Most ez egy ilyen mesélős rész lesz. Úgy kezdődött az egész, hogy ugye véletleneknek a hosszú sorozata, hogy most itt ülök és előadást tartok az éttermünkről. Tulajdonképpen Őri Szentpéteren volt egy családi nyaralunk, itt az étterem közvetlen szomszédságában. Mi dunakesziek vagyunk, és annyi, hogy ugye itt volt ez a nyaraló, 2005-ben épült, 7 évvel mielőtt az étterem indult volna, és ugye szüleim jártak Erdélyben néptáncolni, volt egy ilyen néptánc romantikájuk, és annyira megtetszett ez nekik, hogy itt a szomszéd Pajtába, régi istálló épületbe beleálmodtak egy tánctábor helyszínt, ugye úgy alakították ki a Pajtát, hogy ez egy profi tánctér lett, mellette, ahol most az étterem van, a vendégterünk, a belső vendégterünk, az volt a kis kantin, ott a pult mögötti rész, már jártak nálunk, ott volt a konyhánk, egy ilyen kis tábori konyha, mosdóháznak hívjuk, a mosdóháznak hívjuk az épületet az útszélén, ott tudtak zuhanyozni, átöltözni a zenészek, illetve táncosok. És hát így indult. Nem telt el szerintem egy év, mikor rájöttek a szüleim, hogy ezt így nem lehet. Szóval Dunakesziről távműködtetésben bármiféle szolgáltatást csinálni, működtetni, azt nem lehet. Úgyhogy törtük a fejünket, hogy akkor mit évők legyünk. És tulajdonképpen feleségemmel éppen végzősök voltunk a gazdasági egyetemen. Én marketinget tanultam, feleségem pedig turizmust, vendéglátást, és ugye mi voltunk mobilak, akkor adjuk oda a fiataloknak, jeligével ránk bízták, és akkor Flóra ötlete volt, itt jön képbe megint akkori barátnőm, mostani feleségemnek a kulcsszerepe. Flóra ötlete volt, hogy csináljunk éttermet, próbáljunk meg éttermet csinálni. Tulajdonképpen annyit határoztunk el, hogy valami jót szeretnénk csinálni, ugye, ami értéket teremt, amivel tudunk azonosulni, és tényleg élvezünk mi is. És akkor tulajdonképpen évről évre fejlődött a vendégkörünk, bővült a vendégkörünk, bővült a csapatunk, bővítenünk kellett az infrastruktúrát, kicsi konyhából lett a nagy konyha, kicsi vendégtérből lett a nagy vendégtér, és már azt mondhatjuk, hogy egy héttel előre megtelik az étterem, tulajdonképpen ez egy ilyen áhított cél minden vendéglátóegység életciklusában, vagy életfolyamatában, hogy elérjen arra a pontra, amikor nem kell azon gondolkozni, hogy most jövő héten lesz bevételünk, mit fogunk csinálni, nézzük egymást, mert ilyen is volt. De hál' Istennek elértünk oda, hogy egy-héttel előre megtelik, minden asztalunk foglalt. Természetesen előfordulhat az is, hogy valaki időközben lemondja, szabadul fel asztal, gyorsabban végez, még egyszerre lehet adni az asztalt, de azt el tudjuk mondani, hogy most azért ez már is szépen kialakult. Megyek tovább, pillanat, ez egy ilyen
nagyon egyszerű kis prezentáció. Igen, a következő témám az lenne, hogy vagyon és siker. Ugye mi egyértelműen a siker vezéreltek vagyunk. Tulajdonképpen sosem néztük azt, hogy melyik fogáson éppen milyen hasznunk van, milyen elábével dolgozunk. Tulajdonképpen egyet tartunk nagyon fontosnak, hogy amit csinálunk, azt elismerjék, és persze értékeljék, jól érezzék magukat a vendégek, ugye nagyon leegyszerűsítve, és ebből mi is tudjunk építkezni. Ugye viszont, ami a sikerhez mindenképpen szükséges, legalábbis a mi tapasztalatunk szerint, az elsősorban, hát bármennyire romantikus az egész fajta dolog, meg fine dining étterem itt Őri Szentpéteren, az Őrségben, tulajdonképpen az első, amit ide írtam, az a pénz. Tulajdonképpen pénz nélkül sajnos most nem, hogyha nem lett volna tőkeerős a cégünk, tulajdonképpen most bocsánat, megint vissza kell egy picit kanyarodjak. Ugye a Pajta, van egy családi vállalkozásunk, ami kikötői darukkal foglalkozik, azoknak a villamos tervezésével és kivitelezésével. Így adott egy tőkeerős családi vállalkozás, amihez kiegészítésként hoztuk létre a vendéglátó egységet. Így biztosítva volt a stabil anyagi háttér. Ugye öt évig ráfordításos volt, szóval 5 évig vitte a pénzt, mindig ugye kevesebb pénzt vitt, de 5 év kellett ahhoz, hogy rentábilissá forduljon az üzlet, az üzletrész, és így megkerülhetetlen ide írjam a pénzt, bármennyire most cudarul hangzik. Ugye, ami a sikerhez még nélkülözhetetlen, az a csapat. Ugye, a csapat nélkül, mi ketten Flórával, valószínűleg már állatokat hajtanánk itt a réten, és Jersey tehenek tejéből készítenénk sajtot, de nem, ugye kellett egy jó csapat, meg kellett találni a csapatot. Ugye először ez nagyon nehéz volt, mert ugye nem volt semmi helyismeretünk. Ugye akkor zárt be a cipőgyár, ugye a könnyűipar, és tulajdonképpen cipőgyári varodai hölgyeket alkalmaztunk, mint felszolgálók. Ugye szakácsot hoztunk, az Budapestre, az nem volt gond, de felszolgálókat helyben cipőgyári munkásokat alkalmaztunk, akiknek nagyon hálásak vagyunk, mert rettentő sokat tanultak, nagyon gyorsan elsajátították a felszolgálás, vendéglátás csinyait, binyait. Ugye mi is tanultuk, mi is zöldfülűek voltunk, akkor 8 éve vágtunk bele, mi is vendéglátás, belőttem is foglalkoztunk vele, de ugye kell egy csapat, és mostanra azért már 12-en dolgozunk, magunkat beleértve, Flórát is engem, ami azért már nagy felelősség, de velük annyira egyszerű dolgozni, amit tulajdonképpen elkerülhetetlen és nélkülözhetetlen az, hogy minden egyes csapattag a közös sikerért dolgozzon. És nálunk ez megadatott, egy fele húz. Tulajdonképpen nem is tudnám elképzelni, hogy lenne valaki olyan a társaságban hosszabb ideig, aki nem azért van itt, hogy egyre sikeresebb és jobb legyen az étterem. Ugye, ami még sikerhez szükséges, bár lehet, hogy ez klisé, ugye a munka. Ugye reggeltől késő estig dolgozunk, napi 5 napot, ez csak alázatos munkával lehet
illetve a munka iránt tanúsított alázattal lehet csinálni. Csak szimplán keftelésből az ember ezt nem bírja. Ugye, és ami még itt nagyon, amit még ideírtam, hogy ez a szerencse. Sikerhez szerencse is kell. Én ezt mindig elmondom. Én világ életemben egy szerencsés ember voltam. És ugye már ott, hogy találkoztunk Flórával a főiskolán, én előtte mérnök informatikusnak tanultam a Műszaki Egyetemen, ott besokkaltam, mert nem ment, szóval egyszerűen nem állt rá az agyam. Én egy reál beállítottságú ember vagyok, de arra sosem állt rá az agyam, hogy leüljek és kódoljak. Ez úgy valahogy sosem lesz, szóval váltottam, és akkor ugye így találkoztunk Flórával, már ez is egy hatalmas szerencse, nyilván, de nem akarom az idejüket húzni, illetve minden, szóval, hogy a legutóbbi, vagy a jelenlegi séfünket, a Ricsit, például úgy ismertem meg, hogy itt volt vendég, és mint host, ugye igyekszek mindenkivel beszélgetni, velük is, ugye barátnőjével érkezett, és velük is ebéd után beszélgettem, megmutattam nekik a kertünket, és így kerültünk kapcsolatba Facebookon, és akkor, amikor nekünk eljött az a pont, hogy új séfet kell keressünk, ugye most már 3 éve, akkor szóltunk neki, és mondtuk, hogy Fiai Ricsi, rád gondoltunk, és tulajdonképpen ez is egy olyan dolog, hogy másnap utaztak Barcelonába, hogyha aznap nem megyünk oda, és beszéljük meg, akkor lehet, hogy ő most nincs itt. Nyilván neki is rengeteget köszönhetünk, mert egy nagyon jó szakember, tulajdonképpen az egész konyhai csapatot rá tudjuk bízni, és akkor most ugye vissza is kanyarodtam a csapathoz, ami a sikernek az egyik összetevője. Megyek tovább, jó, hogy ne fussak ki az időből. Most egy picit ilyen aktuális, a COVID, a COVID-19 tapasztalatok, most egy picit, hogy így kicsit ez egy nagyon különleges év volt, azért is, illetve szezon, illetve reméljük, hogy hát lehet, hogy rányomja az egész évre a bélyegét, sajnos, de egy nagyon különleges szezon tudunk magunk mögött, hogyha csak a nyári szezon tekintjük. Ugye március 15-én be kellett zárjunk, bezártuk az éttermet, és egészen két hónapot, pontosan május 15-én nyitottuk újra, és hát ez borzasztó volt. Voltak olyan, tulajdonképpen azok benne a legborzasztóbb, hogy nem tudtuk, hogy mikor lehet kinyitni, vagy ki lehet nyitni, vagy hogy mi lesz, hogy fogjuk finanszírozni, mert ezért nyilván egy ideig óráig lehet, ugye a megtakarításokból, hogyha hisz az ember a saját cégében, akkor kiveszi és beteszi, visszaforgatja, de azt, hogy nem tudtuk, hogy most szeptemberben lehet majd kinyitni, oda az egész nyár, vagy ki lehet nyitni már júniusban. Ugye ahhoz képest, hogy május 15-én kinyithatunk, az egy fantasztikus jó hír volt. Kinyitottunk 15-én, és másnaptól kezdve tulajdonképpen teltházzal üzemeltünk. Szóval így nem is gondoltunk volna bármi ilyenre, mert azt hittük, hogy félnek az ember, szóval nem tudott az ember semmit. De nyilván ez most már mindenki tudja, hogy ugye megnövekedett a vidéki turizmus, a vidéki turizmus az szárnyalt, és hozzánk, nálunk is, vagy mi is elmondhatjuk magunkról, hogy nekünk is szinte duplájára növekedett a vendégforgalmunk. Ugye azokat az éttermeket, vendéglátó helyeket érintette rosszul a vírus, illetve ez a vírus helyzet, akik ki voltak téve a külföldi vendégeknek. Leginkább a tengeren túlról érkező külföldi vendégeknek. Ugye, ahogy látják, nekünk a 70%-a a vendégkörünknek magyarok. Szóval van egy nagyon stabil vendégkörünk Vas és Zala megyéből, amire nagyon büszkék vagyunk,
tulajdonképpen ők azok, akik bármikor el tudnak jönni egy születésnapot megünnepelni, kötődnek a helyhez, évfordulót, eljegyzést, legutóbbit kérte meg egy fiatalember a barátnője kezét, hogy kosárba kellett berejtsük a gyűrűt. Úgyhogy ugye, mi vendégkörünk 70%-a magyar, és gasztroturisták, szóval nem is az, hogy céges vendégkör lenne, ugye ott azért cégeknél is volt egy magas bizonytalansági faktor, úgyhogy egy céges vendéglátásból kiestek a cégek, kevesebb céges rendezvényt, az utazás szigorítása miatt céges meetinget rendeztek, de ugye a mi vendégeink, ők gasztroturisták. 70% magyar, 30% pedig szlovén és osztrák a vendégeinknek a része, és ugye szlovén és osztrák vendégek is inkább így a határszélről, szóval itt ki tudjuk használni azt, hogy mi itt vagyunk a hármas határon, így tulajdonképpen olyan távolra vannak a muraszombati vendégek, mint az alaegerszegiek. Lent vagyok szintén, szóval egy fél óra autóúttal nálunk vannak. De hál' Istennek jönnek messzívről is, Mariborból volt rá példa, hogy eljöttek vacsorázni Ljubljanából, és még aznap visszatértek, ami aztán abszolút a végletekig hatalmas megtiszteltetés. Úgyhogy a mi tapasztalataink azok egyenlő pozitíva, persze, hát nagyon sajnáljuk, meg talán, illetve biztos, hogy jobb lett volna, hogyha ez az egész elkerül minket, de most ez most már így alakult sajnos. Tovább, sajnát, projektek, igen. Ugye mindig ki kell tűzni magunk elé célokat, hogy fönntarthassuk a fejlődést, illetve illetve fönntartsuk a vendégekben az izgalomfaktort, ezért mindig előre kell tekintsünk. Ugye a legnagyobb projektünk, ami kilátásban van, tulajdonképpen most tartunk a telkek felvásárlása, vagy nagyon csúnya hangzik, de telekvásárlásokon túl vagyunk, ugye a tervek elkészültek, és ugye szállásról beszélek természetesen, ugye szállásokat szeretnénk, 7 darab kétszemélyes kabinházat szeretnénk, egy ilyen az étteremhez hasonló kitettségű széles völgyben fognak ülni ezek a házak, egymástól kellő távolságban, hogy az intimitását megőrizze a vendégeknek. Ugye a másik projektünk, illetve ami foglalkoztat minket, hogy ezek a saját márkás termékek. Amit eddig ugye tulajdonképpen elértünk az étteremmel, az tulajdonképpen amit eddig csináltunk, az márkaépítés volt. Szóval felépítettünk egy pajta brandet. Most ezt a fajta brandet szeretnénk felhasználni ezeknél a projekteknél, mint a szállásnál, mint a saját márkás termékeknél, és a harmadik lesz a könyvünk. Ugye az ember azt hinné, hogy a fine dining vendéglátás drág, az aranybánya, ugye viszonylag drágán értékesítjük a degustációs sort, drágának tűnik, kicsik az adagok, de drágák, de ez, hogyha az ember benne van, akkor meg picit mögé néz, akkor ez nem arról szól. Szóval hatalmas munkaerői igény, illetve drága alapanyagok, gyorsan forgó készlet, és hát igen, szóval nem panaszkodásképpen, de tulajdonképpen, hogy az ember meg szeretne
belőle gazdagodni, akkor, vagy vendéglátásban meg szeretne gazdagodni, akkor inkább azt javasolom, hogy csináljon egy frekventált helyen, tóparton egy lángos büfét, mert az biztos, hogy kifizetődőbb. De a fine dining az nem feltétlenül erről szól, és ehhez kell, lehet észrevegyük azt, hogy amit eddig csináltunk tulajdonképpen a fine dining étteremmel, egy márka építés. Most már megvan a márkánk, és akkor erre szeretnénk felhúzni ugye a szállást, saját márkás termékeket, legyen itt szó tökmagolajról, tökmagpralinéről, és szeretnénk szőlőültetvényt, amin kormin szőlőültetvényt, amiből ivólevet, illetve gyümölcsprislevet és lekvárt készítenénk, szőlőmag port, illetve még sorolhatnám itt, hogy milyen saját márkás termékek kerülhetnének a portfólióba, illetve tervezünk egy könyvet, ami egy nagyon izgalmas projekt, és célja annak, hogy külföldön is népszerűsíthessük az éttermünket, hogy angol nyelven szeretnénk írni, vagy angol, vagy két nyelvű, vagy angol-magyar nyelven. Egy tulajdonképpen egy az életünket bemutató, a mestereket, termelőket bemutató könyv lenne, inkább egy album. Nagyon szép fotók készültek már hozzá, illetve földkértük az egyik legnevesebb hazai grafikust, hogy tervezze meg a layoutot, a könyvnek az oldalait. Úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas projekt. Megyek tovább, már most már lassan szerintem kifutok. A lehetőségek, igen, még ez egy izgalmas téma, de mindenképpen szeretnék egy pár szót ejteni. Ugye milyen lehetőségeink vannak? Ugye itt vagyunk az ország, itt vagyunk a hármas határon, tulajdonképpen Szlovénia 5 km, Ausztria 20 km, mindenképpen szeretnénk bővíteni a külföldi vendégkörünket, főleg azok körében, akik szintúgy, mint Zalavas megyében viszonylag közel laknak hozzánk, hogy bármikor el tudjanak jön ünnepelni. Lehetőség, nemzetközi kalausz hiánya. Ugye nagyon nagy szükség lenne egy olyan nemzetközi étterem kalauzra, amilyen volt a gumió. Ez a sárga kalauz biztos már látták. Sajnos nincsen, szóval az Magyarországon ilyen franchise rendszerben működött, de csődbe ment, és megszűnt. Ugye nyilván van Magyarországon Michelin kalauz, de azt nem mondanám, hogy a mi étterünk az Michelin szint lenne. Nekünk egy ilyen olyan kalauzra lenne szükségünk, ami másik országokban is jelen van, hogy van összehasonlítási alapja a vendégeknek, utazóknak, és azért nagyobb merítési kör, nagyobb merítése van, szóval a vidéki éttermekben, ugye a szombathelyi kőszegi étterem is belekerülnek nyilván. Michelin az egy nagyon szűk felső kremája ennek a vendéglátás eszpresszónak. Ugye, amik lehetőségek, és jó megjelenési lehetőségek, még ezek az angol nyelvű magazinok, ajánlók, és ugye most nagyon sokat köszönhetünk, járt nálunk egy szlovén újságíró úr, aki a siol.es, hát tulajdonképpen a szlovén Origóhoz, Indexhez hasonlítható hírportálnak ír gasztro témában, és kaptunk tőle egy 4,5-es értékelést, szinte az a legmagasabb értékelést, ugye 5-ből 4,5, és azóta tényleg Szlovéniából szinte mindenhonnan érkeznek hozzánk. Ja, amire szeretnénk még összpontosítani, és hatalmas lehetőségként tekintünk, az a regionális összefogás. Ugye mi leginkább szlovén szolgáltatókkal vagyunk baráti kapcsolatban,
ugye most meg is említem őket, ugye van egy toborászat, ugye Mátyás dombon, Marov, lehet, hogy már hallottak róla, toborászat, illetve Muraszombat mellett, Bakovciban van a Reich nevezetű családi étterem. Ők például bekerültek a Michelin kalauzba, ugye Szlovéniában most jött ki az első egész Szlovéniát érintő Michelin kalauz. Bib Gurman minősítést kaptak, ami hatalmas elismerés. Velük nagyon jobban vagyunk, illetve Muraszombat mellett a kisfaluban van még egy nagyon jó sonkaház. Aztán ugye ezt mind a kettőt a Reich, a Gosztina Reich, illetve a Kodilla sonkaházat is nagyon szívesen ajánlom minden hallgatónak, érdemes elkirándulni. Ugye velük hármójukkal gondolkozunk egy ilyen szlovén-magyar desztináció kialakításával. Tulajdonképpen ez a Muravidék turisztikai desztináció kialakításában kölcsönös ajánlásokra alapulna, ami már most is megvan, csak kiegészítenénk mindenféle eszközzel, és kicsit ilyen hivatalosabb formában végeznénk. Legutoljára meghívtak minket a Gourmet Over Mura, ez egy muraszombati gourmet fesztivál, ahol hatalmas megtiszteltetés volt, hogy egyedüli magyar étteremként képviselhettük hazánkat, és nagyon nagy sikere volt. Nyilván utána jöttek többen is, ugye ellátogattak hozzánk a fesztivált követően, és nagyon jó baráti kapcsolatok alakultak ki az ott lévő éttermekkel. A többek között meghívtak egy nemzetközi kongresszusra is minket, ez a Chef Stage, és Ibenikben rendezik meg a Pellegrini Michelin csillagos étterem, ami sajnos március 18-án lett volna, ugye pont a COVID bezárást követően, úgyhogy az elmaradt. Úgy volt, hogy ősszel megrendezi, de hát sajnos már maximum csak jövő tavasszal. Úgyhogy nagyon optimisták vagyunk, vannak lehetőségeink, ezeket ki kell használnunk, jönnünk kell vele. Szerintem továbbra is hiszünk abban, amit csinálunk. Úgyhogy köszönöm szépen, remélem, hogy élvezték ezt az előadást, és további jó szórakozást kívánok. Viszontlátásra!